Na sziasztok, én Walter vagyok. Ez pedig egy félig vlog, félig tutorial videó lesz, amelyben szeretném így elmondani, hogy igazából mi is ez a Cheatway, Kinguin, Instant Gaming és a társai. És igazából ezt azért szeretném már, szeretnék az egésznek a végére egy pontot tenni, mert egy picit unom azt, hogy a magukat újságíróknak nevező egyének, illetve oldalak démonizálják ezeket az oldalakat. Majd erre is kitérünk, hogy ez miért van. Bocsánat. Szóval ugye, mint amit látjátok, így a G2A, illetve a Kinguin és társait fikázzák a legtöbben, és abszolút félrevezették a vásárlói réteget, illetve a játékos társadalmat. Nyilvánvalóan van egy minimális alapja is, de nem jellemző egyébként az átverések, és mindenhol van egy hát egy ilyen rizikófaktor, meg akkor is, hogyha a Steamről vásárolsz, hogy bárhonnan, hiszen a Steam fiókodat is bármilyenkor feltölthetik, ha cserél Steamen keresztül, ellophatják az akkodat. Ugyanott is megvan ez a rizikófaktor, mint ezeken az oldalakon, hogy esetleg nem megfelelő játékot vásárolsz. Értem ez alatt mondjuk például a G2-en esetében, hogyha már ezt említettem legelőször, nagyon kell figyelni ugye a régiózára, hogy ez mit is jelent. Hát hogy ne vegyél például olyan játékot, amelyet csak Oroszországban, illetve Ázsiában lehet aktiválni, vagy dél-amerikai régiózáros játékot. Ilyen például a nuven.com, az egy brazil oldal, ahol nagyon olcsón lehet ne vásárolni, ha engedni egyébként. Amit meg enged, az meg nem tudod használni, mivel hogy csak a dél-amerikai régióban tudnád aktiválni. Úgyhogy ezekre nagyon kell figyelni. Viszont, amit nagyon sokan nem tudnak, hogyha ezt betartod, és figyeled az adott személytől vásárolt játékokat, vagy játékot, figyeld azt, hogy milyen értékelést kapott. Most adok egy rohadt egyszerű példát itt a G2-n. Itt van ez a Rocket League, most 9.19 az ára, és hopp, itt fölugrott hirtelen 10.11-re, mert általában ide azokat rakja, amelyek a legmegbízhatóbbak, például egy Steam Gift. Ha nagyon-nagyon nem bízol az illetőben, akkor azt mondta, hogy na jó, hát nekem nem kell Steam Gift, nekem adja egy CD kulcsot, és itt vannak gyerekek a digitális kulcsok. 96%-os értékelés kapott ez a Marketplace User. Mindegyiknek az a neve, de tök mindegy. És ezt nézzétek, 42.810 értékesítés hajtott végre, és annak 96%-a tökéletesen végződő. Akkor mi a rákról beszélünk, és ad egy kulcsot. Ezeket kell figyelned. De és hát nem beszélve arról, hogy itt van azt, hogy globálisan aktiválható, tehát bárhol, bármikor. Nincs az, hogy csak ázsiai. És hogy ezeket igazából betartjátok, akkor nincs mitől tartani. Nem fogtok lopott kulcsokba botlani, nem fogsz rákfenébe esni, hogy esetleg a Steam akkontodat is akár tilthatja a Valve, vagy esetleg magát a játékot úgymond elkobozzák, tehát így nem tudod használni, és így buktad azt a lóvét. Hogy ez miért is van ennyire démonizálva? Beszéljünk kicsit erről. Ugye jelen esetben például a legolvasottabb játék, online játék magazin, jelenleg az a GameStar mondjuk, hát illetve a PC-t is tudnám mondani, bár őket annyira nem láttam még, nem vettem észre, hogy annyira támadnák ezeket az oldalakat, leginkább a GameStar szokott erről cikkezni. Na de miért teszik ezt? Kérdeznétek, hát most mi okuk lehetne ennek? Ha kicsit menjünk vissza az időben, ez 2003-ban kezdődött ez az egész, tehát nagyon-nagyon sokan mi meg se születtek szerintem, amikor ez történt, ergo fogalmuk nincs arról, hogy ez miért is van most jelenleg. 2003-ban a Valve úgy volt, hogy kiadja a Vivendivel, tehát nem az Valve adta volna ki a Half-Life 2-t, hanem a Vivendi, mint játék kiadó, mogul, ki akarta adni a Half-Life 2-t. Csak történt akkor egy baki, ugyanis feltörte egy hacker a Valve-nak a szervereit,
és kikerült a játék szépen az internetre. Erre jó magam is emlékszem, sőt, még ki is próbáltam azt a verziót, akkor nagyon-nagyon elkezdett terjedni. Ugye hát akkoriban nem nagyon volt úgy internet, de bement egy internetkávézóba, és akkor ott olvasgattál, netezgettél, tehát a letöltés azt felejtsd el, mert a csiga gyorsabb volt az akkori interneteknél, és hát itt CD-ről CD-re kerültek ezek a kópiák, és én is otthon kipróbáltam az akkori kis P4-esemet, és wow, és hanyat voltunk, este pedig egy rakat szar volt az egész játék akkor még. És hát el is halasztották a játék megjelenését egy évvel, óriási botrány volt, hát utána megjelent egy évvel később. Viszont a Valve az összeveszett a Vivendivel, volt ebből hatalmas nagy botrány, per, stb. És létrehozta a Steamet. Egy online terjesztéssel foglalkozó platform felületet lényegében. Mégpedig miért? Azt hangoztatta Gabe Newell, hogy ők szeretnék kihagyni a pénzéhes játékkiadó vállalatokat ebből az egészből, és létre szerettek volna hozni egy olyan platformot, ahol a bolti áraknak a töredékéért fognak értékesíteni játékokat. Hát természetesen mindenki egyből ujjongással tört ki, és nagyon örült mindenki, hogy végre ez meg fog, hiszen miért lesz olcsóbb egy digitális játék? Nem kell foglalkozni például a terjesztésével, úgymond. Tehát értsd ez alatt, hogy nem elég az, hogy ugye CD-re, illetve DVD-re akkoriban ráégették a játékot, majd csinálni kellett egy doboz lényegében, ugye az grafikusokkal, stb. Tehát ez mind pénz. És a játéknak a szállítását megoldani, tehát a logisztikai feladatokat, illetve a vele járó problémákat koordinálni, és nem utolsó sorban a piacra dobását, ergo az értékesítését is meg kellett oldani. És ez mind pénz. És ezért is került, illetve kerül mai napig többen mondjuk egy dobozos játék, mint mondjuk egy digitálisan terjeszthető terem, csak neki így kellene lennie. Hát ugye az nem így van, mint tudjuk. És ezt támadta meg a Valve, élén Game Newell-e, hogy akkor ezt így fogják csinálni, és milyen kurva olcsó lesz. Tehát akkor is egyébként, akkoriban is 50-60 euróba kerültek, hát ugye inkább akkor még leginkább a forintosítás volt jellemző a játékok. És az baromi drága volt, és mindenki örült, hogy jaj, de jó lesz, majd nem 12, jó, hát nem annyi volt, de mondjuk ilyen 10-12 ezer forintos áron azért az elég húzos volt akkoriban, és hogy milyen jó lesz, mert csak itt a 4-5 ezer forintba fog kerülni az egész. Hát ez mind szép és jó lett volna, csak hát baromira nem így alakult sajnos az egész, hanem ugye a Gabe bácsi megízlelte a pénz ízét, illetve megérezte a pénz szagát, és hát az van, amit most is látunk, hogy jön a Steam Summer Sale például, vagy a karácsonyi vásár, és így szerintük leérték ennek egy játékot, aztán közben nem tudni azt jelenti, mint a Tesco-ban, hogy például van egy tévé, amit árulnak 149 ezer forintért, aztán leérték elég 151 ezer forintra, és kiragasszák, hogy mit tudom, 160 ezer forintot is eladják, mert az ember azt látja, hogy jó, akciós vegyük meg, aztán közben kurvára, nem, ha még drágabban eladták neked. Csak erről sokan nem tudnak. Tehát én, mint aki a kereskedelemben dolgozik, ezt tudom, mert ez napi szinten gyakoroljuk ezt a bevált technikát. Na mindegy. És ugyanezt csinálták egyébként itt a játékiparban is. Tehát múltak az évek, ugye a Steam is elég szépen fejlődött, és elérte azt a mai formáját, amit most is láthatunk, és hatalmas nagy pénzbevételek történnek. Na de hát hogy kapcsolódik ehhez a GameStar? Rohadt egyszerűen, hogy annak idején volt egy úgynevezett 576 kilobájt nevezetű újság, egy médium felület, és annak volt egyébként az 576 konzol nevezetű újságra társ lapja, és hát nem utolsó sorban volt az 576 kilobájt shopok, boltok, ahol ugye meg lehet venni mai napig, ezek vannak, az újságban azt hiszem nincs, meg lehet vásárolni játékokat. De mi mindig nem tudjátok, hogy hogy kapcsolódik a GameStar. Hát, akik már öreg rogák, azok tudják, hogy annak idején az 576 kilobájt súlyos anyagi válságba került. Na most ez a magyar GameStar, ez rohadtul nem magyar GameStar, ez a német GameStar-nak a testvérlapja, ergo német tulajdonban van. És hát nem is az a kiadó, a
szóval az idegi, nem az idegi, az a magyar, az a PC Guru. Nem tudom, lényegtelen, majd nézzetek utána ki a kiadója, abban meg is lehet állapítani egyébként, hogy mennyire van magyar tulajdonban, sem mennyire. Na minden, szóval felvásárolták az 576 kilobájtot. Haha! És itt jön az egésznek a lényege, az 576 kilobájt mit árul? Játékokat. És akkor mit csináljanak, mondjuk a G2-vel, mint látjátok, egyébként mindjárt meg is kereshetjük, 576 kilobájt. Megnézzük, hogy mennyibe kerül mondjuk a Rocket logo, jó? Ha egyébként lehet kapni. Van egy ilyen letöltő, hogy digitálisan is lehet vásárolni most már az 56-ban. Na, parancsoljatok! 6999 forint, hát ez körülbelül egy olyan 25 eurós, 30 eurós ár, mondjuk 30 euró, jó? 10 euró. 30 euró, 10 euró, 30 euró, 10 euró. Mennyi a különbség? 20 euró. De nem 30 euró, az mondjuk az 9000 forint, legyen 25 euró, jó? Tehát, ha a jó fej is akarok lenni, 10 euró legalább a különbség, ergo 3000 forint. Több mint 3000 forint. Értitek a lényeget? A GameStar-nak, vagy az övé az 576, az éri meg, ha te innen vásárolsz ezt az árat. És nem pedig, jaj, nem pedig ezt itt. Nem ezt. És mit csinálnak? Azt mondják, hogy a G2 is szar. Írnak erről egy cikket. Te, mint olvasó, odamész, és hát ugye a GameStar-nál az van az az igazság, amit leírnak. Mert sajnos az emberek ilyenek, hogy amit olvasnak a sajtóban, Index, Origo, stb., és amit ott leírnak, az az igazság. Holott nem, egyébként abszolút manipuláció zajlik a világban folyamatosan, tehát a médium az arra szolgál, az nem az információt szolgáltatja neked, hanem téged befolyásol. És nagyon-nagyon sokan sajnos, az emberek 80%-a, ez sértődjetek meg, de ez függ az intelligenciától is, hogy annyira, hogy mennyire vagy olvasott és tájékozott. Ez sikerül is. Ez ugyanúgy zajlik, mint hogy elmész mondjuk, hogy tényleg bevásárolni egy hipermarketbe, szól a zene, stb. És ahogy vonulsz, elkezdesz vásárolni. Olyan dolgokat is megveszel, ami nem kell igazából. Ez a lényege valamilyen szinten a globalizációnak is amúgy. Hiszen mindig el kell adni a szart. Na a lényeg az, hogy igazából erről lenne szó, hogyha ilyeneket olvastok, azért vannak üzleti érdekek is, tehát nem kell mindent mindig elhinni. Ugye volt ez a G2A botrány, amikor a Ubisoft rengeteg kulcsot letiltott, majd azok lopottak voltak. Így van, vannak ezek a dolgok, csak hát arról nem írtak egyébként, hogy ezt oroszok és kínaiak lopták, és akik megvették, azok nem a globálisan aktiválhatót vették meg, hanem azt vették meg, amelyet azokon a területeken lehet csak aktiválni, és VPN-nel, azaz, most nevezzük úgy nevén a gyermeket, IP cím megmásító szoftverrel aktiválták a Steam-en. Hát arra nem bukta egyébként legtöbbször, most ajánlom, ilyenek egy kísérletezetek. De ezekről nem írnak, csak arról írnak, hogy a G2A szar, vagy itt van a Penguin, ha térjünk át rá. Ha bejössz a Penguin-re, mondjuk meg szeretném venni ezt a Counter-Strike Global Offensive-et, vagy nevezzük nevén Cségút, és itt látjátok, hogy a régióba Worldwide, azaz globálisan megvehető. Itt vannak a nyelvek, van benne magyar nyelv is egyébként, kurva jó. Még a Metascore-t is leírják szépen, és láthatok 11,99 €. És beletipál egyébként egy ilyen 1 eurós, ilyen hasonló, mint a G2A-n a Shield, tehát hogyha bármi X-el van, akkor ők visszaadják a lóvét, stb. Na, itt látszódik az első három felsoroltak közül, itt már van egy 969, sőt egy 899 is, de hát most miért azt venném meg, hiszen ezt mutatja, hát persze, mert most nyilván a legolcsóbbat fogja kirakni. És akkor itt van ez a cég rolls.com, hát hogy mennyire megbízható, meg stb. Nem 100%-os pozitív értékelés kapott gyerekek, 34 000, több mint 34 000 értékesítéssel. Itt van az A-tól Z-ig Game Shop, 143 000 értékesítés, és 100% pozitív visszajelzés, tehát majdnem közel 3000 jeleztet vissza pozitívan.
Általában, hogyha én tehetem, itt van ez a Word CD-ke, én onnan is szoktam vásárolni, ez 99,94 százados értékelés, 50 ezer pozitív értékelés, ez csak 9 euróért kerül. Lejjebb még vannak egyéb értékesítő felületek, a G2Play netet, azt ajánlom, ott is van 1.273.000 értékesítés, és nézzétek meg a százalékos értékelését, tökéletes. Amelyekre figyelni kell, itt ezt mutatja is, például ezek a Martin R, Sean F, stb. Ők eladók, mármint hogy személyiek, mint te vagy én, akiknek van mondjuk egy Cségó kulcsok és szeretnék eladni. Ezt ugyanúgy megtehetitek a G2-n. Na hát, ezekkel kell valamilyen szinten vigyázni, hiszen náluk lehet róla szó, hogy lopottak. Tehát itt nem az a gond, hogy te a G2-n, a Kinguin-en vásárolsz, hanem az a gond, hogyha nem vagy körültekintő, és kirkelsz össze-vissza, mint egy idegbeteg hülye gyerek. Ezzel van itt a gond. Mert hogyha itt van egy kínai, hát tehát most én rámegyek, hogy nem tudom nektek. Na. Hogyha nem figyelsz oda, tehát nem körültekintően vásárolsz, ezt ugye azt megteheted mondjuk egy áruházban is, akkor lehetne problémát. Na most itt azt írja, hogy worldwide, meg kurva jó, meg minden, meg csak 989, de mivel egy kínai személyről van szó, azért ezt már fenntartásokkal kezelném. Nem tudhatod, hogy mennyire megbízható, és ténylegesen megkapod-e a dolgokat. Most közben megnéztem, hogy be van a kapcsoló mikrofonon, mert általában ki szoktam kapcsolni, most rábasztam volna, hogyha ki van, mert pofázok majd ide. Na szóval, remélem, hogy érthető, amiről beszéltem, hogy nem kell ténylegesen mindent elhinni azokról a dolgokról, amelyeket hallatok. A másik pedig az, hogy az új csoportban mi rengetegszer szoktuk hangsúlyozni. Mi mindig csak azokat az oldalakat osztuk meg, amelyeket mi magunk is teszteltünk. Én a Kinguinről, illetve a G2-ről több száz játékot vásároltam. Jó, persze vannak más oldalak is még, amelyikről ahonnan vásároltam. Az ilyen kétes oldalakat nem szoktuk megosztani. Tehát általában, ha például most legutóbb megosztottam ugye a move.com, vagy hú, nem is tudom, mindegy, magyar oldal egyébként, oldalt megosztottam, mindig általában körbe szoktam érdeklődni, körbenézek, akár fórumokat átbújjam. Tehát nyilván ezt, jó, ti ezt nem látjátok, nem tudhatjátok, ezért mondom el, hogy van-e valami negatív kommentek, megjegyzések, hogy mennyire gáz, vagy megvegyük, érdemes-e ezt egyébként onnan vásárolni, vagy átver, és az egész, mert vannak ilyen oldalak sajnos, akkor azokat nem osztom meg. Érdekes egyébként, és nagyon sokszor el szoktam ezen csodálkozni, hogy ma így az internet világában élünk, és nagyon-nagyon sokan nem ismerik ezeket az oldalakat, vagy hogyha ismerik is, akkor csak a G2-é. Akkor csak a G2-é. A G2-é egyébként tudni kell, hogy vannak olyan termékek, például amikor vannak ezek a G2-é hétvégék, amelyeket nem személyek árulnak, hanem normálisan cégektől lehet meg, mert itt azonnal megkapod a kulcsot, nem lopottak, olyan, mint a boltba vásárolnál lényegében, azért is kerülnek egyébként ennyiben, most hogyha nézitek az árakat. Viszont mondjuk egy Just Cause 3-at meg akarsz menni a Steam-en, nem ennyibe fog kerülni, ezt most nem gondolom. És ezt nagyon sokan nem tudják, mindenki egyből úrgyűjtője az üző lopott kulcsokat árul és szarna, hogy GameStar-on olvastam, persze. De igazából engem nem izgat, hogyha nem akarsz itt vásárolni, akkor nem vásárolsz, vásároljál a Steam-en, ha neked annyi pénzed van, és hízlad egyébként is hájos seggét a gépbácsinak, de a pénztől hájos, mert konkrétan az ötödni a seggét, és ne vásárolj itt. De itt van még egyébként az Instant Gaming, ahol nem Instagram, te, de kér, Instant Gaming. Ahol nem nincsenek ilyen viszonteladók, hanem ez csak értékesítő. És baromi jó árak vannak. És én mutathatnék, de most nem mutatok, mert nem ez a videó célja. Nagyon-nagyon sok olyan oldal, ahol biztonságosan lehet vásárolni. Mindenféle fenntartások nélkül. Ott van például mondjuk a Greenman Gaming. Az egy brit oldal, ott fontban vannak az árak, de én már vásároltam orosz oldalról is, mert ha körültekintően,
mint ahogy jó előbb is mondtam, ha körültekintően vásárolsz és okosan, akkor nem futhatsz bele olyan dologba. Volt olyan azzal az említett oldalon, a Uplay-en, ez a neve, hogy megvettem, már nem is tudom melyik játékot. Ja, ízét a Medlexet. És hát én hülye nem olvastam el az apró betűs részt, csak ráklikeltem, hogy vásárlás, mert valami 800 forint értettem meg valahogy úgy. És hát rohadtul ott volt a régiózár. Bizony. És simán engedtem megvenni, pedig elvileg úgy van, hogyha berakod, szeretnéd tenni így a kosárba, tehát meg szeretnéd vásárolni, akkor nem engedi. Hát itt nem azt költött, hanem simán engedte. És annyi mákon volt, hogy igazából nem ért kár, mert fogtam, aztán eladtam, hogy G2-én, tehát megvették az oroszok, tök mindegy. Csak hát ezért vigyázni kell erre. Nem kell szenvednem itt azzal, hogy most pénzt visszakérni, mert nehezebb egy orosztól pénzt visszakérni, azt én. Na mindegy, szóval egy szó, mint száz. Én azt mondom, hogy ne higgyetek mindent el, hogy mennyire rossz oldalak ezek. Érdemes azon elgondolkodni, hogy miért is démonizálják, mint az előbb mondtam, hogy üzleti érdekek is szerepelnek, nem csupán az, hogy titeket tájékoztassanak ezekről a dolgokról. Nem azt mondom, hogy abszolút 100%-ig megbízható minden, ezt erős, ezt is elmondtam, hogy mire kell odafigyelni. Ha így tesztek, akkor véleményem szerint 99,99%-ban biztosra mehettek abban, hogy a játékot csak megkapjátok. Rengetegszer volt már cikk az OER csoportban, érdemes egyébként a keresőben rákeresni, nagyon sokan nem kerestek rá, pedig tényleg érdemes lenne. Szóval érdemes rákeresni ezekre a cikkekre, rengeteg élményt, véleményt olvashattok erről, és megosztottuk nyilván a tapasztalatainkat, és bátran kérdezzetek tőlünk, ezért van a support csoportunk is, ahol segítünk ezekben a dolgokban. Van egyébként a YouTube csatornánkon is rengeteg ilyen tutoriál, honnan, hogy lehet vásárolni. Érdemes azokat is megnézni. Jó? Hát ugye röviden igazából ennyi lett volna ez a kis vlogocska, videócska, tutoriálocska. Remélem, hogy hasznosnak találtátok. Még utolsóban annyit szeretném megmondani, hogy biztos akik így, hát itt törzs tagok a csoportban, azok észrevették, hogy megint posztolok. Nem nagyon szeretnék ehhez túl nagyon komoly kommentet hozzáfűzni. Annyi a lényege, hogy így normalizálódott a magánéletem. Most már nem külföldön, hanem itt Magyarországon dolgozom. Végre normális munkahely, stb. Ez nyilván kevesebb stresszfaktorral bír, stabilabb anyagi háttér, stb. Stb. Sikerült olyan munkahelyen elhelyezkedni, ahol ez így mind megvan. És hát mondjuk egyébként most lesz megint váltás, de elvileg az is jobb lesz, több szabadidő, stb. És így jobban, nyugodtabban tudok foglalkozni újra a csoporttal is, hogyha valakit az érdekel, ezt csak azért mondtam el. Nem kell semmi rosszra gondolni. Szeretném a csoport régi arculatát továbbvinni, és ez így is lesz majd időben is. Jó, na, befejezem a pofázást. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, Walter voltam. Ha tetszett a videó, akkor like és iratkozzatok fel. Na, sziasztok! Az lehetőséget.